Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a Hiperkocka legújabb adásában, ahol a mai témánk a mitológiai lények a fikcióban, fantasyben, akár skifiben, akár köztudatban, és hát ennek a csinyát, binyát kitárgyalni itt van velem Csányi Lilla. Sziasztok! És Murányi Pál. Sziasztok! Ja, és én Cebe Gábor. Szia Gábor! Akkor talán kezdjük is azzal a fontos kérdéssel, hogy kinek mi a kedvenc mitológiai lénye? Én ilyen uncsi leszek, én nagyon szeretem a sárkányokat, abból is az intelligensebb fajtát, tehát az ilyen inkább dragon. Amelyik legalább érettségizett meg. Igen, igen, tehát legalább legyen valami OK és képzésről papírja. A Beholdert mondtam volna legelső körben, csak az sajnos nem mitológiai lény. Ugye? Mitológiai lény vagy sem a Beholder? Nem tudom igazából. Az ilyen szemmelverős dolgok azok eléggé elterjedtek a mitológiában, de hogy pont ilyen lebegő szemgolyós akármicsoda van-e, én nem tudok róla. Nekem most hirtelen egy ilyen dél-amerikai lény jut eszembe, ami egy lebegő fej és sikít az eső erdőkben, és halált hoz, ha meghallod a sikolyát. Az mi az, Bensi? Nem, valami nagyon hülye neve van. Nem, amit a Bensi nem... az ír. Akkor Copacabana? Valószínűleg nem. Akkor az nem valami tudjuk. Tengerpart amúgy. De igen. Csupakabrára gondolsz, nem? Ami a kecskék. Pláne. A véri cíja. Jó, szóval a Beholder nem mitológiai lény. A mitológiai lények közül legyen mondjuk a titán, amit kedvelek. Legyen mondjuk. Legyen mondjuk. És melyik a 100 kezű, 50 fejű vagy? Akár. Hát én is azt hiszem Lillához csatlakozok ezúttal a mainstream mentén, és hát a sárkányok azok nagyon jók. De mondjuk nekem az alakváltók is, a farkasember és társai is nagy kedvenceim. Igen, mondjuk végtelen a lehetőségek száma egy alakváltó karakterben. Illetve vannak ezek a szerintem méltatlanul elfeledett lények, mint a griff, a főnix, amiket általában csak ilyen díszítő elemként szoktak használni. Igen, hát Kentaur. Ó, igen. Érdekes lesz egyébként megfigyelni, hogy ugye most a trónok harcának a hatásaként, vagy hát elsősorban már az uralja a sorozatok terén mindenképpen a fantasyt, de filmekben sincsen olyan sok másik, a sárkányok azok ugye reneszánszukat élik, és hát hogyha lecseng ez, akkor érdekes lesz megnézni, hogy mifelé fordulnak majd a... Szerintem a sárkány az sose válik uncsivá, olyan, mint a vámpír, hogy egyszerűen nem tudsz annyi sárkányos dolgot piacra dobni, hogy az emberek megunják. Ez kétségtelen, tehát mióta ez a fantasy meg fikció létezik, folyamatosan habzanak a sárkányok. Beszéljünk is egy kicsit a sárkányokról. Beszéljünk egy kicsit a sárkányokról. Mimi, egyébként egyetértek így jobban belegondolva veletek, mi miatt ennyire vonzó a sárkány, mint olyan? Tehát miért ez? Mert ugye azt szoktuk mondani, hogy a fantasynek a megteremtője, tehát legalábbis a modern fantasynek biztosan az ugye Tolkien, de nála ugye a Gyűrűk urában nem szerepel igazán sárkány, a Hobbitban abban igen, de hát a Hobbit az eredeti formájában mindenképpen, vagy a babó, ahogy nálunk ismer, az tényleg egy gyerekmese teljes egészében. Hát a sárkányok azok ugye uralják a gyerekmeséket, gyerekmesék világát is. A magyar népmesékben ugyanúgy, mint itt az egész nyugati világban. Jó. De még a keleti világban is, tehát a sárkány az tényleg egy ilyen, az emberiségnek egy ilyen fixa ideája valamiért. Hát annyi de különbség, hát nagyon mások. Hogy a keleti világban a sárkány az inkább egy kelgyó,
ilyen szár nélküli jószág. Ráadásul egy jó indulatú segítő jószág. Az európai sárkány meg talán inkább egy varánuszra vagy valami sauropodára emlékeztet, aminek szárnyai vannak. Hát illetve is akkor ezt tegyük hozzá, hogy ugye a magyar sárkány az meg leginkább valamiféle ogre, vagy legalábbis valamiféle ilyen hüllőfejű ogre a magyar népmesék meg mondák alapján, tehát ugye lovagol, meg kardozik, meg diót is tör alkalmanként, szóval nem... Valószínűleg elsősorban ősszel. Hát ez nincsen kifej. A sárkány az annyira király, hogy ő nem tudom, március 15-én is tud diót törni. Ez kevéssé ismert szuperképességei egyike, de szóval mindenképpen egy ilyen humanoid figura a sárkány valamilyen szinten, míg mondjuk a nyugati, vagy akár az északi mitológiában, hát ott kevéssé, ott inkább egy ilyen szörnyeteg. Hát szerintem a népszerűségének az egyik oka, hogy a sárkány egy esztétikus, de félelmetes, nagyon nagy erejű lény. Az, hogy hüllő, és hogy intelligens, és hogy repülni tud. Ezeknek a kombinációja, bocsáss meg, hogy belevágtam a szavadba, ezeknek a kombinációja szerintem egy olyan sajátságos lényt hozott létre, ami nagyon kreatív, fantáziadús figura, és nagyon megfogja az embereknek a képzeletét. Hát igen, végül is egyszerre riasztó és szép, illetve tényleg végtelen a lehetőségek száma, mint ahogy ugye látjuk, hogy mennyire különbözik a már itt a magyar és akár az északi hozzáállás a sárkányhoz, ugye fantasyben is ezerféle megközelítése van a sárkánynak. Egyébként néhányat még tudok, a görögöknél én úgy emlékszem, hogy eredetileg a sárkány az egy nagy repülő kígyó volt, ami elefántot evett. Talán Hérodotosznak a leírásában egy ilyesmi van, hogy az afrikai szavannákon ott föl alá röpködik, és akkor jól megeszi az elefántot is annyira. Nekem meg az jutott eszem, hogy biztos, hogy a keresztény mondakör is hozzátette ehhez a sárkány mítoszhoz. Szent György jutott eszembe, és a sárkány, illetve az, hogy a sátán kígyó formájában, és azt extrapolálva a szárnyakkal. Én úgy tudom, hogy a keresztény mitológiában kifejezetten a sárkány az az ördöggel úgymond azonosítva van, tehát a világfalú nagy sárkány, aki hát majd... Hát a drákó, a drákó. Illetve ne felejtjük el, hogy ugye azért az az absztrakció, hogy léteztek olyan élőlények, amik mára kihaltak, az így nem olyan régóta van meg az emberiségben. Viszont ugye mindenféle csontokat találtak már régebben is, úgyhogy ráadásul, ha jól tudom, talán a valamelyik mamut, vagy nem is tudom, volt valami ilyen nagy testű emlős állat, aminek így elég nehéz összerakni pontosan a csontozatát, és elég könnyen lehet ilyen sárkányszerű lényt összerakni belőle, hogyha hobbi legózó vagy csontokból. Hát sok ilyen van, nagyjából minden nagyobb állatra rá lehetett fogni, hogy az a sárkány volt. És amúgy ez nagyon jó, ezt nem hoztuk föl, ez a, mert ugye főleg itt a történelmünk, a keresztény Európa történelmének a során nagyon sokáig eretnekség volt azt állítani egyáltalán, hogy valóban, hogy valamilyen állat az kihalhatott. Mert ugye a teremtő jó Isten az tökéletes dolgokat alkotott, és azoknak mind meg kell, hogy legyenek erre. Emlékszem, amikor először a dinoszauruszoknak a csontjait megtalálták, akkor ebből nagyon komoly, konkrét tudományos vita volt, hogy nem lehetnek ezek olyan állatoknak a csontjai, amik már nem élnek, mert az azt mutatná, hogy Isten valamilyen teremtménye tökéletlen, és ez nem lehetséges. Nagyot változott a világ, ha egy rövid off-topicot beszúrhatok. Most a Vatikáni Tudományos Intézettől olvastam, hogy ők próbálkoznak aktuálisan mamutok klónozásával. Éppen és 2025-re akarják az első kedves mamut bébit létrehozni. És miért csinálják ezt amúgy?
Hát ez egy tudományos De csak kutatóintézet. azt hittem, hogy van valami köze ahhoz, hogy a... Nem, nem, nem azért, hogy Tehát, hogy nem meg a tudom, pápa Jézus hova mamut hátul lovagol. lovagolás. Nekem is ez jutott eszem, hogy Ferenc pápa már nagyon unja azt a bénán kinéző ilyen pop mobilt, és innentől kezdve loncsos a mamut lesz az, aki mindenhová szállítja ő szentségét. Minden esetre a mostani sárkányképünk az nagyjából így a 60-as, 70-es, 80-as években talán Tolkien és aztán az azt követő szerepjáték, aranykor hát ugye a kialakulása D&D az kapcsán. Biztos, hogy a Igen. Dungeons and Dragons azért egészen biztos, hogy hatalmas befolyás tett arra, hogy a sárkány legyen a legkirályabb. Különösen a Dragonlance. Hát meg egyébként is már csak az, hogy ugye a mindenféle ilyen miniatúrák, amik megjelentek a szerepjátékhoz, azok között a figurák között ugye a sárkányok voltak az egyik legnagyobbak, a legjobban kinézőek. Hát ők voltak a legmenőbb szörnyek nagyjából, és ez biztos, hogy azoknak az íróknak, alkotóknak a fejlődésére nagyon nagy hatást gyakorolt, akik ezzel játszottak gyerekkorukban. És hát hogyha akkor ez volt a legmenőbb, akkor hogyha írsz egy könyvet, vagy akár egy rajzfilmsorozatot, tévésorozatot, akármit, és van rá lehetőséged, hát hogy a viharban ne tennél bele egy sárkányt. Talán még az jutott eszembe egyébként, azért is nagyon népszerű lehet a sárkány. Hát a sárkány nagyon interaktív az emberrel, a mesékben is, a legendákban. Ugye, hát egyrészt ugye van kincse, ami nagyon jó, mert hát akkor jön az, hogy ugye nagyon veszélyes, meg nagyon, ugye nagyon gonosz is, tehát nagyon jót csinálunk, hogyha jól megöljük, és még kincse is van, amit utána el lehet vinni, hogy jól megjutalmazzuk magunkat, ilyen hősiesen megöltük ezt a csúnya sárkányt, elrabolja a király kisasszonyt, nem tudom, megmérgezi a földeket, mindenféle olyan dolgot csinál, amikkel úgy interakció van az emberekkel, míg szemben mondjuk a főnix az relatív kevés ilyenben vesz részt. Hát Főnixet most hirtelen nem is tudok mondani a popkultúrából, leszámítva Dumbledore-nak a madarát. Nekem is csak az jut hirtelen eszembe. Hát talán pont emiatt, mert a főnixe nem nagyon lehet mit csinálni, hát ez inkább elég, egy jelkép. Mint... Igen, elég uncsi, Dumbledore madara se sokat pörgött ott. Elég gyorsan. Lángra kap. Répás. Azt tudjátok egyébként, hogy mi volt eredetileg a főnix? Az szerintem egy nagyon érdekes történet. Nem. A főnix az egyiptomiaknak a jelképe a Merkúra. Nem emlékszem egészen pontosan, hogy hány évente halad el a Merkúr a nap előtt, de ennek a jelképe volt a főnix, egy csillagászati jelkép, amit más népek, tehát az ókori arabok, görögök átvettek, és mint valós lényt írtak le. És ezt utólag nyomozták ki, úgyhogy nagyon furcsa volt, hogy 353 évente, vagy valami ilyesmi az eredeti, hogy ennyi évente van ez az öröklétű, gyönyörű, szép nagy madár, amelyik egyszer csak fogja magát, és ilyen mágiát rak magának, és a tollai olyan fényesek, hogy az arról visszaverődő nap az meggyújtja, és elég. És akkor utána ilyen kukac jön ki a hamuból, amiből aztán új főnix lesz. És hogy ez eredetileg egy csillagászati jelkép volt, csak hát valószínűleg a fordítás során elveszett a jelkép, mi volt a... És hát ez egy jó sztori, úgyhogy fölkapták több másik népek, átadták egymásnak, és így bevonult a főnix a köztudatba. És ha már följött a főnix, beszélhetnénk egy kicsit azokról a mitológiai lényekről, amik nem futottak be olyan sikeres karriert a fikcióba, mint a sárkány. És nekem rögtön a kentaur jutott eszembe. És a kentaurral kapcsolatban az, hogy pont mai napon a Facebook falamon megjelent egy értekezés. Azt hittem, hogy rád írt egy kentaur, tűrhetetlen, nem kap munkát, és a sárkányok elhapolják az összes. Balit jobbra húzta Tinderen egy kentaur.
És a rohadék csak felsőtestes képek. Igen, és mi van az alteste pej, amit pont nem kedvelek. Mi van az alteste férfi? Hát... Az még nem olyan nagy, az még belefér. Ezen még nem gondolkoztam el. Lehet egy kentaurnak a felső teste nő, az alsó teste férfi? Hát azt hiszem, hogy ez egy olyan probléma, ami ritkán merül fel a mitológiában, bár jó eséllyel annál inkább a bizonyos speciális oldalakon manapság az interneten, de azt hiszem, hogy az eredeti mitológiában kevéssé voltak ilyen a kentaurok, mint megbaszható írások, és inkább egyéb szerepekben tetszelektek. Na de, hogy visszatérjek a Facebook falamra, egy értekezést, képekkel alátámasztott értekezést olvastam a Reverse Kentaurról. És igazából... Hát az még kevésbé futott be. Nem sikerült az értekezésben dűlőre jutni, hogy pontosan hogyan néz ki egy Reverse Kentaur. Kétféle koncepció... Hát én ilyeneket fesztiválokon szoktam látni, a lómaszkos emberek. De az még nem Reverse Kentaur, mert akkor az első két lába is lóláb kell, hogy legyen. Kétféle koncepció volt, egy hat végtagú koncepció, ami egy emberi test négy kézláb, és a nyaka helyén egy lónak a fele, a két előső lába és a feje. Ez tűnt még az életképesebbnek a kettőből, mert a másik megközelítésben a Reverse Kentaur az egy ember deréktól lefelé, tehát két láb, amin egy lófej van. És miért nem két láb, amin két másik lóláb, meg egy, tehát egy ló előtest van? Ez egy harmadik féle megközelítés. Az még, hát az se túlságosan, de úgy az úgy el tudja vonszolni magát ide. Az itatóink belefejjel, azt jó van. Hogy belefolytsa magát. Igen. Na, de hogy a idétlenséget félre tegyük egy kicsit, miért nem lett sikeres a kentaur? Valószínűleg nem annyira érdekes. Tehát úgy nem, nincsenek olyan dolgai, amivel úgy nagyon sok extrát tud mutatni. Nem tud semmit. Uncsi. Szar. Pedig amúgy a ló szerintem egy igencsak szép állat. Igen, de tehát ugye eleve azt mondják, hogy a kentauroknak a mitológiája onnan ered, hogy a görögök nem láttak lovast, és amikor először lovagló embereket láttak valakik, akkor azok úgy vitték vissza a hírt, hogy félig ló, félig ember lényeket láttak. Említettem már egy előző adásban az ógörögöknek a mitológiai fantáziájának a szintjét. Jó, igen, most ettől eltekintheted. De hogyha belegondolsz, egyébként a kentaur úgy nem, de semmi extrát nem tud ahhoz képest, mint hogy valaki felül egy lóra. És nem lesz, nem eléggé misztikus ez a lény. Viszont a kentauroknak vannak ilyen csavarásai különféle világokban, amik már érdekesek lehetnek. Például a Warhammer Fantasy-ben a Dragon Ogre, ami egy olyan kentaur, aminek a ló része egy sárkány, egy kisebb sárkány, az emberi része pedig egy ogrénak a felső teste. Hát továbbra sem érzem azt, hogy ez egy sárkány hátul levő ogréhez képest. A Warhammerben, ami nekem a Chaos törpéknek Bulkentaur. Vannak a Bulkentaurjai, de ezzel aminek is csak... az alsó teste egy ilyen vörös bika, a felső teste meg egy Chaos törpe. De ezzel is csak a Blood Bowl-ban találkoztam, azt hiszem. Hát egy szórakoztató színesítő elem, de azt hiszem, hogy pont abban a szakaszban esik a kentaur, talán ez lehet az igazi ilyen háttérok, ahol már nem elég emberi ahhoz, hogy könnyűszerrel be lehessen tenni mondjuk egy RPG mesébe, vagy akár mondjuk egy fantasy regénybe, mint főszereplőt. Tehát nem elég emberi ahhoz, hogy létrán könnyű... nem tud fölmenni például, vagy egy meredek lépcsőn. Nem tud lemenni a dungeonbe. Hát nehezen ereszkedik le a kútba is.
Ez is biztosan köztetszik, de nem elég emberi ahhoz, hogy sokan könnyen együtt érezzenek le, vagy bele tudják képzelni magukat a bőrébe. Viszont nem is annyira emberietlen, hogy elég egzotikus legyen ahhoz, hogy mint prominens szereplő megjelenjen. És mi a helyzet az olyan karakterekkel, illetve lényekkel, amik akár elég emberiek is lehetnének, mégsem kerültek annyira bele a mainstreambe, mint például a Jinnek? A dzsinnekkel szerintem az a probléma, hogy egyrészt ilyen megfoghatatlan teremtmények, másrészt pedig mit csinál a dzsin? Kívánságokat teljesít, nem? Van a dzsinnek valami alapvető funkciója ezen kívül? Kifejezetten ez egy nagyon marginális dolog, csak ez a legnépszerűbb dzsinnes történet. Hogyha olvastátok az 1001 éjszaka meséit, amit én nagyon ajánlok, a nem kiherélt verziót, az eléggé brutális Magyarul egyébként. olvasható az? Szerintem igen, én annó magyarul olvastam egy egészen hát felnőttes verziót, amiben Hát az azért tele van baszással. hát baszással, csonkítással, árulással, hát ilyen kedves dolgokkal van tele, de ott például sok történetben szerepel Jin, ugye ez a közel-keleti, közép-keleti mitológiában, meg hát az iszlámnak a kapcsán egy, hát talán az angyalokkal rokonítható figura, csak ő inkább gonosz, mint jó. Ha már itt tartunk, angyalok sem különösebben jelennek meg. Angyalok, angyalok sok sokszor, főleg vannak. Úgy, hogy démonokkal párosítva. Ez szerintem csak a legújabb kori ilyen, ez a gótik angyal, démon, vámpír angyal. Nem, az nem, urban fantasy is nagyon szereti, és melyik? Urban az urban fantasy elég régóta hát nagyon az urban szereti. Fantasy, igen, erre gondoltam. Meg a J.A. is. Persze, természetesen. Mondjuk az mindent szeret, amibe szerelem lehet esni. A sellőtől, mondjuk kentaurosat még nem láttam, meg múmiásat igen, se. Igen, valószínűleg a kentaurral azzal a kicsit az animal sex áthallás nem annyira jó. A múmiánál meg hát ezért viszonylag nehéz egy múmiába beleszeretni. De milyen letekered róla? Már nem lesz young adult a történet, milyen letekered róla sok gyolcsot. Ha megöregszel. De amúgy még az animék nagyon-nagyon szeretik az angyal és démon koncepciót. Valószínűleg éppen olyan egzotikus a távol-keletiek számára, mint nekünk az ő ilyen kisistenes, sokistenes sintó. Szerepjátékban, fantasy szerepjátékban, tehát a klasszikus fantasyben ez a D&D-nek az ilyen expanded universe-ében jelennek meg. Az ilyen angyali-démoni szembenállások, ugye a külső létsíkokon. Csak hát ott átnevezgették, fantázia nevet kapott minden ilyen faj. Solar lett az angyal, Tanári, meg Bátezú a démon, meg az ördög. Mert ugye az pont abban az időszakban, 90-es években jelent meg, amikor a szülők lázadtak az asztali szerepjáték ellen, hogy jaj, a gyerekem elkezdett AD&D-zni, és már sátánt imád, és templomokat gyújtogat. Hát szerintem azért talán még ma is átneveznék, azért ez nem annyira szerencsés semmilyen szempontból. Még a D&D első verziójában Devia meg Angel voltak, a második az AD&D-ben nevezték át őket, Bátezura hát és gondolom, amikor már olyan Szolárra. Nagy közönség elé tárhatónak kellett lennie a dolognak. Arra nem emlékszem, de azt hiszem ott nem. A World of Darkness-nek, a régi World of Darkness-nek az egyik ilyen késői produktuma volt egy démon szerepjáték. Ott viszont szerintem talán az Isten kérdést az ott is így mi volt annak a elnapolt, címe? Demon the Fallen. Demon the Fallen, és igen. Ott a játékosok hát bukott angyalokat játszanak végül is, akik megpróbálják elérni a megváltást. Jó, hát ugye ezen a fronton a 90-es években a Cult volt az, ami ilyen nagy változást hozott, mert ott volt egy kurva nagy balhé így 95 tájékán, hogy Cultot játszottak srácok Amerikába, kicsit be is papíroztak hozzá, és utána
rituálisan megöltek egy öreg lányt, akit így elkaptak az utcán, és akkor ennek kurva nagy ilyen média visszhangja volt. Hát azért legalább ez mondjuk valamennyire érthető, hogy ennek média visszhangja lett jobban, mint a gyerekem AD&D-be sárkányokra vadászik. Nem tudom, holnap biztos, hogy lemészárolja az iskolát. Na de visszakanyarodva a mitológiai lényekhez, a démonok viszont mindenhol megjelennek, illetve ezeknek milliónyi válfaja, úgyhogy ők elég sikeresnek mondhatóak szerintem minden műfajban. Hát ez is egy annyira alapvetően beívódott a minden kultúrába ez a démonnak valamilyen formája. Ráadásul az aztán tényleg különösen félelmetes. Nem ritkán ugye ravasz, furfangos és jól átver, és akkor aztán jól rábasztál. Tehát van egy olyan, ugyanakkor nem ritka az, hogy legalábbis az újabb koncepciókban már ugye az a jellemző, hogy szép, ezáltal vonzó, ezáltal megtévesztő. Ugye régebben azért inkább az volt még, hogy az ilyen ürdüngök azok rusnyák, mint a bűn. Hát ugye a keresztény kultúrkör nagyon részletes kidolgozást ad mindenféle démonokról, mert a középkori kereszténységnek a különféle bűnök azok nagyon így a fókuszában voltak, és elképesztő mennyiségű anyag meg ilyen bestiárium foglalkozott akkoriban ezeknek a démonoknak a válfajaival. És hát ezek könnyen átemelhetőek voltak mindenféle ilyen spekulatív fikciós világba. Meg hát azért is nagyon jó a démon is, mert az is ugye egy morálisan nagyon világosan lerögzített ponton áll a legtöbb sztoriba. Ha jön a démon, akkor nem kell azon gondolkodni, hogy jó, oké, de most valóban jó, helyesen cselekszünk, hogyha elűzzük a szegény ártatlan, de ha nem űzöd el a démont, akkor mindenki megdögöl. Pedig ő csak egy lelket akarna, hogy végre megnézhesse a Balázsot, de nem. Mert amit mondtál az alapján, Lilla, egyébként nekem eszembe jutott rögtön a Succubus és az Incubus, ami mind a kettő keresztény mitológiai figura, a csábító démonok, és hát jellemzően ugye ezek azok, amik öltönybe és ilyen nem Nyakkendőbe tudom. porszívót árulnak. Úgy értettem inkább, hogy öltönyben és mondjuk kefehajjal, vagy nem tudom, de Hú, annál mindenképpen. nincs is szexisten. Azért a szukkubusz szerintem inkább valami lenge öltözetben. Most az inkubuszról beszéltem, aki öltönybe öltözik természetesen, nem a szukkubuszról. A Mindegy. szukkubusz a női csábító, az inkubusz De a az férfi inkubusz is csábító. öltözhetne mondjuk sejemingbe és bőrnadrágba, hogy sokkal trendibb legyen. Ó. Vagy egy darab netzhálós fölsőbe. Vagy csak simán fél liter henna testfestékbe, és más sem. Akkor szerintem itt kérjük meg a hallgatókat, hogy mindenki kommentbe írja le a saját szukkubuszos vagy inkubuszos szexuális vágy fantáziáját. Most most mindenki nagyon el is gondolkodott. Igen, mindenkinek elég Ah, voltak. nekem milyen kéne. De nekem olyan kéne, amelyik tud jól mosogatni, meg porszívózni is. Akkor neked egy ludvérc kéne. Mindig olyan feladatokat bíz rá az a lényeg, amit nem lehet elintézni. Úgyhogy érdemes úgy mosogatást bízni rá, hogy mindig legyen mosatlanod. Hát ilyen, azt hiszem, hogy ilyen a legtöbb háztartásban azért előfordul. Egy 4 gyerekes család, azt ki kell rendelni. Na de ha a ludvérc kurva gyorsan mosogat. Hát de Vannak kérdés, itt. hogy alaposan-e? Oh! Mindig vissza kell küldeni, hogy az még nem elég tiszta. Figyeltem, hogy a hátulját nem mostad Térjünk egy gondolatra vissza a titánokra, ha már azokat mondtam, kedvenc mitológiai ilyen überszörnyeimnek. Ők Hát sem azok nem is futottak be szörnyek olyan nagyon igazából. nagy karriert. A titánok nem szörnyek. Hát nem Olyan szörnyek, ilyen. óriásra gondolsz, mert Hát
A titánok kifejezetten isteni lények. Hát ilyen félisteni lények inkább, legalábbis a D&D-ben legyőzhető lények a titánok. Hát de a mitológiában, a görög mitológiából jönnek ugye a titánok, és hát ott az isteneknél is erősebb lények, úgy nagy részt. Hát a Kronosz a legultimétebb lény, aki valaha volt, csak ugye aztán a Zeuszék megölik. Hát jó, a titánról a Thanos jutott még eszembe. De miért? Mert Thanos egy titán. Ó, ez így le van szögezve. Igen. Az neki akkor a fajtája. Akkor a Marvel univerzumban ott valami speciális faj a titán? Úgy tűnik, hogy igen. És mindegyiknek ereszacskó álla van. Azt hiszem nem, mert néztem valami dokumentarit a titánokról a Marvel univerzumban, és egészen jó csajok is vannak közöttük. Jó, hát az nyilvánvaló, hogy a populáris fantasy-ben az egyetem, hogy bármilyen másik fajnál a férfiak azok lehetnek mindenféle rühödvény, ilyen csápos, agyaras, görnyed, büdös, szőrös izék, de a női megfelelőik azok mindig úgy néznek ki, mint hogyha valaki két dinnyét rákötözött volna a villanyoszlopra testalkatilag. Ez már a World of Warcraftban is, hogyha valaki elindítja a karaktergenerátort, akkor nagyon hamar lejön, hogy hát egy jó, más színű nagy mellű lányt. A Taureneknél a nők sem néznek ki valami nagyon csávosan, illetve a trollnők sem olyan nagyon szexiek, meg a törpenők. Bár persze ízlés kérdése. Igen, épp mondani akartam, hogy hogy merészel. De hogy szóval nem ilyen pornósztár külsejűek, se a trollnők, se a törpék, se a taurenek, meg pláne. Kis bocik. Nem nézel elég pornó. Lehet, hogy nem azokon a csatornákon nézem, ahol te. Egyébként egy kicsit visszatérhetnénk az alakváltókra, mert ők viszont tényleg egy... Talán méltatlanul kicsit peremvidékre szorult jószágok mindig valahogy. Én valahogy mindig ilyen másodvonalas dolgokban találkozom velük, és nagyon ritka. Bőrözik a hátam az alakváltóktól, mert az egy olyan ultimate ellenfél, amit hogyha nincs ötleted, akkor gyorsan egy alakváltót dobjál bele a sztoriba, és akkor mindjárt megvan a konfliktus. És ez rengeteg helyen el van játszva. Különítsük el most az olyan alakváltót, mint mondjuk nem tudom, Odo a DS9-ból, tehát ez az alakváltó, vagy hát én alakváltó alatt kifejezetten mondjuk a vérfarkast és társait értettem. Tehát egy lény, ami egy ilyen... Vérpanda. Vérhattyú. Azt hiszem, hogy most ismét Lohengrin. Nem, az Anita Blake-ben volt egy vérhattyú. Illetve hát ez úgy volt, hogy az elején még volt egy darab vérhattyú, aki meg volt magyarázva, hogy őt egy boszorkány átkozta el, és ezért lett ilyen hattyú alakváltó. Hát az a Lohengrin. De utána már valahogy, ahogy kezdett elborulni az írónő agya, valahogy ebből hirtelen egy faj lett, amit már nem lehetett hova rakni, mert ez annyira... És nekik is volt ilyen közti állapotuk, amikor vérhattyúk voltak. Az elég ijesztő egyébként. Képzelj, igen, egy ember nagyságú ilyen hossz, ez olyan, mint egy félig hattyú, félig ember, az elég para. Amikor már ott van a bütyök az orrodon. Csak nem, hogy Donald kacsának hívjon. Igen, egyébként én abban látom az alakváltóknak a hanyagolását, hogy a vámpír az annyira rohadtul népszerű, és egy annyira ilyen ultimate minden, ugye a Halloween-i adásban erről szerintem sokat beszéltünk, hogy a vámpír egy annyira optimális ilyen mitológiai lény, ilyen szörnyeteg a történetekben, hogy egyszerűen nem tudtak szóhoz jutni mellette a szegény vérfarkasok, vagy akár a vérhattyúk sem. Hát azért nem panaszkodhatnak a vérfarkasok, elég sok mindenben megjelennek. Igen, de valóban, ahogy a Lilla is mondta, mindig ilyen másodhegedűsként szoktak jelen lenni. Jaj, szegény vérfarkasok. Tehát van valamiféle ilyen általánosan dárkos sztori, akkor abban, nem tudom, a sarok mögött ott pisil a vérfarkas.
Igen, valahogy így a farkas testvéren kívül nem is tudnék olyan igazán jó történetet felhozni, ahol az alakváltók vannak a középpontban, és érdekes karakterként jelennek meg. Nekem egy van, volt egy magyarul azt hiszem Farkas és Holló címen megjelent Shadowrun könyv, aminek a főhőse szintén egy vérfarkas, és a Shadowrunban egyébként is eléggé érdekesek ezek a... Még egy Shadowrun könyv is eszembe jutott, ahol pedig egy vér tigris a főszereplőnünk, és az is egészen jó, jó Shadowrun könyvek mércéjével mérve egészen jó, de egy kifejezetten szórakoztató ponyva. A vérfarkas sztoriból annyira emlékszem, hogy egy dolog nagyon irritált benne, hogy a főhősünk nagyjából, tehát a, nem tudom, farkas alakút is szart. Tehát ahova bele lehetett tenni az, hogy farkas, oda beletették, hogy mi, nehogy eszünkbe jusson, hogy véletlenül, hogy ő nem farkas. Tehát a, nem tudom, valami farkasos jellegű nevű autót vezetett, olyan kölnit használt. Hát, mi, ahová ki lehetett írni, hogy farkas, az ki volt írva a könyvben. És a vértigris lány? A vértigris lány az egyébként egy nagyon érdekes sztori. Arról szól, hogy a főhősnőnk egy vértigris, aki az emberek között él, egy, nyilván egy ányvadász, egy ilyen Shadowrun sztoriba, és ő egy meglehetősen jól ismert bérgyilkos, aki egyébként emellett vértigris, de ennek nincs sok köze a sztorihoz. Ő egyébként emberi eszközökkel is nagyon hatékony gyilkos, nem tartja bűnnek az emberek megölését, neki is azt hiszem, mikor fiatal korában megölték a családját, és mivel ugye azt tapasztalta a világból, hogy az emberek azok ennyire lelkesen gyilkolásszák egymást, hát akkor neki se lesz lelkiismeret furdalása. Egy nagyon érdekes sztori van mögötte, amit most jól leszpoilerezek. Arról szól, hogy van egy kapcsolata, akiben úgy, ahogy megbízik, és tőle jönnek az ilyen megbízásai, és így öldögéli meg az embereket, és rájön, hogy valami nagyon nem stimmel. Nem azok a figurák, akiket megöl, azok nem azok, akiknek lenniük kellene. Ilyen mindenféle ilyen triádos, meg vállalatvezető nagy kutyák helyett úgy tűnik, hogy ilyen teljesen közönséges emberek. Amikor elmegy fölvenni a pénzét, ott sincs minden rendben. És kiderül, hogy egy nagyhatalmú, ilyen illúzionista mágus az, aki őt így manipulálta. És igazából egy ilyen egészen személyes bosszú hadjárat miatt használta ki. És hát közben pont emiatt ugye találkozik olyanokkal, akik hát nem annyira ebben az árnyi világos játszmákban vannak, hanem csak úgy egy teljesen random ember, akit ő jól leöl, és akkor jön a családja, és ott siránkozik felette, és hát egy kicsit úgy nem nagyon, de egy kicsit így ellenfejlődik, hogy jó, ez talán mégse olyan jó ötlet ez a bérgyilkolászás, meg összejön egy vértigris csávóval is. Uff. És hát a végén jól, Kis vértigriseket gyártanak. hát azt is, meg így jól legyilkolásszák az illúzionista mágust. Közben eszembe jutott még Mi Évilnek a Patkány király című műve, ahol nem tudom, tekinthetjük alakváltónak a főhőst. Szerintem nem vált alakot egyáltalán, ő neki csak ilyen patkány skilljei vannak. De amúgy a vérpatkány az viszonylag népszerű lény. Így fikcióban. Hirtelen a Skaven-ek jutnak eszembe Warhammerből. Tehát azok nem vérpatkányok, azok patkány lények. Patkányszerű értelmes lények. Igen, de mintha lenne közöttük, nem tudom, akik képesek alakokat váltani, Nincs nem? szerintem, azok csak kifejezetten ők nagyméretű patkány emberek. Akkor ez csak D&D-ben D&D-ben, jelenik amíg meg. a... Hát ott D&D-ben minden, tehát a vérmedve, tényleg ott a vértúzok. A vércsalogány. Viszont nem beszéltünk a szerintem legnépszerűbb és legelterjedtebb mitológiai lényről, legalábbis ha azt nézzük, hogy hány főt mészároltak le belőle a játékosok az évtizedek során, akkor szerintem a goblin az biztosan nyerő Azt lesz. hittem az orkot fogod mondani. Az ork egy érdekes kérdés, az orkot nem Tolkien találta ki?
Szerintem igen, vagy tehát én nem tudom, hogy az orknak van-e valami olyan megfelelője, amire kifejezetten rá lehet mondani, hogy igen, ez az ork, ez a mitológiai ork. Hát ilyen vademberek, meg ilyesmik vannak talán, amire ilyen elfajzott vademberek. Ugye, amikor még először elkezdtek felfedezni például Afrikát, akkor az emberszabású majmokat gyakran ábrázolták úgy, hogy hát azok igazából ilyen elvadult szörnyemberek. Most nagyon elmentünk így a darkos vonalra, de azért ott vannak ezek a nagyon nyálasan csillivilli mitológiai lények, amik szintén népszerűek, mint például az unikorn is. És a Pegazus. És a Az Pegazus. unikorn is egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert az unikorn is az kifejezetten a tündéreknek a elnyálasításával egyhuzamban vált nyálassá. Tehát az unikorn is az eredetileg egy ilyen vérgőzös bestia volt, ami föl alá rohant az erdőbe, és mindenkit jól fölnyársalt, és csak szűzlányokkal lehetett lenyugtatni, és akkor jól levadázták, és elvették a szarvát. Közben, ha beleszólhatok, az orkot sem Tolkien találta ki, a Beowulfban szerepelt például, de már 16. századi olasz ilyen népmesékben is szerepelt ork. Jó, de azt nem tudjuk akkor, hogy ott milyenek voltak, mert mondjuk, hogyha szerepelt. Ugyanez ez a gonosz népek, ilyen gonosz humanoid népek. Hát akkor, mint sok mindent, ezt is a mitológiából Nincs. merítette Tolkien, és tette Nincs új a nap népszerűvé. alatt. Igen, csak nem lett annyira híres, mint az ogre vagy a goblin. Vagy a troll. Hát a trollal is igazából ugyanaz van talán, mint a sárkánnyal, csak kisebb mértékben, hogy nagyon sok helyen nagyon különbözőek a trollok. Az Például a Zauber interneten. trollok. Ha talán, ha nem is a Zauber trollok, de sok helyen a trollok azok ilyen, a skandináv mitológiában sokszor viszonylag pozitív figurák, vagy legalábbis olyas valakik, akikkel szót lehet Hát érteni. meg megjelenésükben is nagyon különböznek, a kismanóktól kezdve az ilyen toronymagas lényekig, meg trollok voltak, ilyen élő holtszerű lények is a skandináv mitológiában, amik ilyen emberszerűek, mint egy múmia. Utána az angol szász mitológiában ugye hidakőrzői. Főleg a kis kecskék elől, akik át akarnak kelni. Hol tartottunk az unikornissal, meg a pegazussal? Én hoztam az unikorn is, az szintén egy új keletű dolog az, hogy az unikorn is az ilyen cuki és szivárvány sörénye van, és nem tudom, a kislányoknak a kertjében ugrál fel alá, és lehet neki simogatni, meg szivárványt fingik, hanem az unikorn is az eredetileg egy ilyen vérgőzös vadállat, ami jól legázol mindenkit, meg fölnyársal. És a Gravity Falls-ból tudjuk, hogy egy Igen. bunkó állat az unikorn Igen. is. Ráadásul még. Érdekes történet, hogy egy élelmes dán hajós talált egy narvál szarvat Kanada partjainál még valamikor talán 16-17. Század tájékán, és első Erzsébet, akkori angol királynő, megvásárolta ezt tőle, mint unikornis szarvat valami olyan horror összegért, azt hiszem 10.000 fontért akkori pénzben, ami most ilyen milliárdok. Kár, hogy azt hiszem, ez manapság már nem lenne ilyen sikeres üzlet. Hát igen. De ha már a vízparti cuccoknál tartunk, sellők. Ó, igen, az szintén nem annyira népszerű valamiért, pedig abban elég sok minden. Igen, és abban is van inverz, csak hogy Palin is meglegyen az örlöme. Igen, az is egy jó életképes állat. De egyébként a sellőből is nagyon sokféle van, tehát ezek a klasszikus ilyen halfarkú sellők mellett van nagyon sok mitológiai formája az ilyen alakváltónak, akik inkább ilyen a vérfóka, csak kevésbé hangzik jól, tehát ez a szelki. De akkor végül is a sellő is egy vérhal. Nem, mert
úgy tudom, hogy a sellők azok, tehát a sellő az kifejezetten az mindig olyan, tehát az félig hal, félig ember, de ilyen sellőszerű mítoszok, tehát a sellőkhöz hasonló mítoszok így a Skóciában, meg Írországban, az ez a Selkie vagy Silkie-nek nevezett ilyen fóka emberek, főleg asszonyok, akik időnként kijönnek a partra, és akkor ledobják magukról a fókabőrüket, és ott viháncolnak egy kicsit a holdfényben, és hát hogyha az élelmes férfi ember az ilyenkor jól ellopja a fókabőrét a lánynak, akkor nem tud visszamenni a tengerbe, és hát így jól akkor utána feleségül lehet venni, mert nagyon szép, csak vigyázni kell, mert hogyha nem dugod el elég jól a fókabőrt, akkor egyszer csak megtalálja, és akkor egyből visszamegy a tengerbe. Hát felgyújtani nem lehet? El kell égetni, igen. Hát sejtettem, hogy ez jut eszébe első mindkettőtöknek. Gondolom nem lehet, mert mágikus. Vagy hát nem szólt erről a fáma. Ott Írországban azért elég sok ilyen némber van, akik így csoportosan, mesztelenül viháncolnak éjszakánként. Hát úgy gondolom, hogy a férfi embereknek a hosszú mondjuk a hegyi pásztorkodással töltött hideg éjszakákon valamivel le kellett foglalni a fantáziájukat, és hát izgalmasabb volt elképzelni egy csapat ilyen viháncoló mesztelen lányt a tengerparton, mint egy csapat mondjuk barátfókát. Mint megint kimenni a birkákhoz. Igen, ott a tündérekből is elég sokféle és változatos viselkedésű bujik meg. Jaj, de tényleg, hogyha már tündérek és alakvált, akkor ott van szintén nagy kedvencem a púka, vagy pukka. Pukka. Hát az egy mindenfajtává átalakuló alakváltó, akinek az a kedvenc szokása, mint mitológiai lény, arra használja a különleges képességeit. Az Avengers-be jó esélye nem vennék be, mert csak annyit szeret csinálni, hogy átváltozik egy cuki fekete pónivá, és hogyha valaki fölül a hátára, akkor jól elrohan vele, és ledobja vagy a szakadékba, vagy a tüskebokorba, attól függ, hogy az mennyire van tréfás kedvében. Nagyon jó humorérzéke van ennek a pukkának. Igen, és mondjuk, hogyha ezt 3000 éven keresztül csinálja, és nem úr rá, hát akkor egy szerencsés lény. Igen, kicsit autista, de szerencsés. Viszont a pukka nem is nagyon jelenik meg semmilyen fikcióban cserébe. Hát mondjuk ezzel a képességgel nem tudom, hogy hogyan lehetne előre vinni a cselekvőt. Fölül a hátára. És akkor véletlenül pont a végzett hegyén. Belehömbölíti a vulkánba, és megoldódottam. Ennyi. És akkor nem is kellenek a sasok. Tényleg mi a helyzet a griffel és a hipogriffel? Ezek mitológiai lények, a griff madár az biztos. A griff is és a hipogriff is, igen. És mind a kettő görög mitológiai lény. Igen. És mi a helyzet a Manticore-ra, ha már ilyen? Az is görög mitológiai lény. Látod, azért csak sok mindent adtak nekünk ezek a görögök. Például a gyroszt. A Manticore gyroszt. A Sphinx is. A görögök nagyon szerették ezeket az állat-állat hibrideket, meg ember-állat hibrideket is. A medúza. Ami ugye nem is egy Minotaurus. Lénytípus, hanem a Minotaurus, de az is egy kifejezetten egy személy volt. Meg a medúza is, a medúzát szegénynek, neki az volt a neve, és ő volt az egyedi, és valahogy így terjedt el mégis, hogy medúza, mint ilyen faj. És a kiméra? Ja igen, persze, a ami leginkább ilyen összekevert mix. Igen, a kiméra nagy dilemmája, azt mind a mai napig nem tudom, hogy a kitalálók vagy a terjesztők, hogy terjedt el az, hogy jó, tehát a kimérának van egy sárkány feje, tök jó, tud be tüzet fújni, harapni, minden. Van egy oroszlán feje, az kicsit már kevésbé hasznos, de azért tehát az oroszlán jó nagy agyarai van, minden egyéb, és van egy kecske feje. Mennyire szar lehet már a kimérának a kecske fejének, amikor nem tudom, lemennek a szörnypubba, és ott meséli mindegyik. Lehet, hogy a kecske a legnagyobb dumás közöttük. Igen, ő a karizma. Ja, igen, lehet, hogy olyan, mint a Shrekben a szamár. Vagy ha nem, akkor ilyen, mert mondjuk az oroszlán az a nagy dumás, ilyen nagyot mondó,
akkor a kecske lesz az ilyen passzív, agresszív, aki egész életében elnyomásban él. Hát vagy a kecske a mastermind, aki kitalálja a dolgokat mindig. Ő csinálja a terveket. Ő a Hannibál a csapat. Lehet, hogy valójában ő a leggonoszabb. Hát mind a kettő fej csak ilyen békét akarna, de a kecskének mindig ilyen démoni gondolatai vannak. Pont azért, mert kisebb rendőrségi komplexus. Na, megfejtettük a kimérák rendjét. Erről jut eszembe, biztos találkoztatok azzal a mémmel, hogy egy kép Daenerysről, egy Mother of Dragons, akkor egy kép az Így neveld a sárkányodatból a főhős rác, a Trainer of Dragons, és a Shrekből a szamára, Fucker of Dragons. Igen, hát egy új mitológiai lény azok a szakány vagy sármány. Sármány. Dolgok, amikor... Sármány. Nem, az nem jó. Miért nem? Igen, valóban nem. Szamány, szakány és sármár. Sármár. Szakány és sármár. Sármár, igen. Igen. Majdnem sárvár. No, hát ez is mindenkinek nagyon beindított a nyáját. Milyen lények dughatná még meg jól egymás? Milyen kihasználatlan hibridek lehetnek? Hát a kimérának amúgy nem skorpió farka van? Nem, eredetileg. Nem, de az is valami más állatból jön a farka, mert a teste meg micsoda? Az oroszlán. Az eredetileg a kimérának oroszlán teste van, és... három feje, és de egyébként lehet, hogy szárnya is van. Nem, nincsen. Nem, szárnya nincs, hál' Isten. Az eredetiben biztos, hogy nincsen, mert ugye ott van, ugyanabban a legendában van a Pegasus, és Tészeusz öli meg a kimérát, azért tudja megölni, mert az egy nagyon epikus hősi történet, hogy a kiméra rettegésbe tartotta nem tudom melyik görög városállamot, és akkor jön Tészeusz, akinek van egy szárnyas lova, fölé repül és lenyilazza a picsába. Ügyesen oldotta meg. Igen, nem volt egy... nem volt benne egy hosszú csata jelenet, ami jól mutatna, hogyha megfilmesítik. A hidra jutott eszembe, szintén ugyanebből a mondakörből. Hát ez a sárkánynak a behanyagolt kis tesója gyakorlatilag. Hát a hidrának az az extra feature, ez a két fejen nő mindig, hogyha levágod, és hát ez az elég egyetlen, hamar. Egyetlen kérdés, hogy akkor miért nem vágja le magának a fejeit addig, amíg nem lesz akkora kurva sok, hogy nem már tudom. Körülötte fog keringeni a föld. Nem tudom már miben volt, amikor... Hidrát úgy győzték le végül, hogy addig vagdalták a fejét, amíg annyi feje lett, hogy már nem jutott vér az összesbe, és elájult. És akkor... Hát ez aztán egy igen elmés megoldás. Beszéljünk az ogrékról és az óriásokról egy kicsit, mert őket nagyon kedvelem, mint mitológiai lények. Mindig furcsák voltak nekem egyébként. Jó, még az ogre az úgy belefér, mert az jó esélye egy nagy darab ember, akiről utána már a harmadik faluban már azt mesélték, hogy 4 méter magas volt. De mondjuk az ilyen kifejezetten óriásokról való mondakört, az elég könnyű megdönteni. Mert hogy jó, ott lakik a hegy mögött az óriás, de oda mentem, nincs ott. Szabadságot elbújt. Hova? Hát, nem mentek oda, mert féltek az óriástól. Tehát a mai napig vannak ilyenek a YouTube-on, múltkor belefutottam a nem tudom, ilyen alaszkai óriásnak a feltárásába, ahol ilyen 3 méter 70 centi magas emberi csontvázat találtak. Jó, tehát az ilyen igazi óriás, ami akkora, mint egy hegy. Hát igen. Tehát a skandináv mitológiában ugye az istenekkel állnak szemben az óriások, jöttünk a jégóriások. Ymir vezeti őket. Hát igen, ők inkább ilyen, tehát ott amennyire én tudom, a skandináv mitológiában leginkább a jó és gonosz helyett inkább az így a káosz és rend szembenállása van. És akkor az óriások azok leginkább így a természet erői, és az istenek meg hát ugye felnagyított emberek a történetben, akik szembeszállnak velük. Főleg ugye Thor.
Mit beszéljünk még az óriásokról? A nagyok, mint hogy az mekkora állarok. Kurva jó. Én írom az óriásokat. Van egyébként ilyen nem annyira ismert mitológiai lényetek, amit kedveltek? A Gábor előbb mondta a pukkát. Igen, annak kapcsán jutott eszembe. Sőt, a Paja meg most mondta az óriást, úgyhogy már csak te neked. De az óriás az olyan viszonylag ismert, igen, tehát a mesékben is előfordul, stb. Legyen akkor a Rakshasa. Egy indiai jószág. Igen. Az nem tudom, hogy az tényleg, tehát már mint, hogy mitológiában is szerepel. Mitológiás, sőt, konkrétan a hindu vallásban egy ilyen gonosz ártó szellem, és a vér tigrisről jutott eszembe, mert a Rakshasa legalábbis a D&D-ben egy tigris fejű humanoid, aki nagyon elegáns, sétapálcája is van. Érdekes, mert nekem is egy indiai lény jutott eszembe, a Naga, amit ugye aztán a Starcraftban teljesen átvariáltak valami nagyon szuper táp, ilyen földön kívüli fajjá. Tehát a nágák azok kígyók, amiknek emberfeje van. Hát olyasmi, igen. És varázserejük. És halhatatlanok. A Starcraftban nincsenek nágák, nem? De vannak. Egy kicsit kifejlettebb nága a Lamia a görög mitológiából, ahol a kígyóban lakozó ember kicsit tovább bújt ki, és az egész felső teste kín van a kígyóból. Nem, a Starcraftban azért mondom, hogy csak a nevet vették át, mert ott ők valami szupertáp faj, akik létrehozták a zergeket, meg a protoszokat. Ja, erre nem emlékeztem. Csak azt hittem, hogy azt mondod, hogy az egyik faj, de mondom. Nem. Arra azért emlékeztem volna. És szembefordítható újú kéznek a híján, hogy alakult ki az intelligenciájuk? Hát ez egy jó varázslat. Sőt, nem, a nágák azok alakváltók, úgy emlékszem, mitológiában. Nem úgy a Starcraftban gondoltam. Hát de hogyha ott nagyon nem olyanok, akkor ott nem. Akkor tudom. Igazából csak a nevük nága. Hát igen, tehát nem sok közük van. A mitológiai tehát lényhez. Lehet, hogy én öt kezük, meg hét segjük is, és akkor nem. Az arcukon. Akkor a WC-papírt nagyon hamar föltalálták. Még egy lény jutott eszembe, de nem vagyok biztos benne, hogy annak van konkrét mitológiai eredete, szintén D&D-s lény, a Merlit. Az micsoda? Ez az egy ugyanaz kell. Démon nő, ami a felső teste emberi, 8 karja van, és az alsó teste meg egy ilyen kígyószerű dolog. És mit tud? Mindent. A második leg... Zongorázni nagyon jól. Például deribálással, hogy... Valószínű főzni is tud párhuzamosan mind a 4 parhelt lapon. Második legerősebb a démonoknak a rangsorában, csak a Balor előzi meg, úgyhogy egy elég táp, ilyen 17-es szintű szörnyetek. De itt akkor meg lehet említeni, hogy mennyire progresszív volt már akkor is a D&D, mert ugye az egyes démonok azok úgy lesznek táposabbak, hogyha egyre több, hogyha elég izét összegyűjtenek, eszenciát, vagy nem tudom, XP-t, akkor átalakulnak a következővé, és hát akkor a Merilit az női figura, a Balor az férfi, úgyhogy ott már akkor a... Hát, de igazán az lett volna progresszív, hogyha a Merilit a legerősebb. De így egymásba alakulnak, és akkor jó, ezt igazából akár ki is vághatjuk így. Szóval volt ennek valami konkrét mitológiai eredete, vagy ez inkább csak ilyen összefércelt lény, mint mondjuk a bagolymedve? Hát szerintem ez valami összefércelt jószág. Hát vagy jó eséllyel valami démonnak a nevét kivették, és akkor költöttek hozzá egy kinézetet, mint nagyon sok ilyennél. Most ránéztem a polcodra, Gábor, a Sandman, annak van valami mitológiai eredete? Mesei, szerintem, álommanó, kvázi, és ennek a kevésbé, hát a Hoffmannnak a novellája, vagy nem tudom, kis regénye. Az aranyvirág cseré? Nem, a Sandman. Van egy Sandman, ahol pedig kifejezetten egy ilyen rém alak. Der Sandman.
Csak tippeltem, hogy mi lehet az német eredeti címe. Nem tudom, de kifejezetten egy ilyen rémtörténet, Mint a zsákos ember, csak... olyasmi rémtörténet, mint mondjuk a Frankenstein, vagy a... Már nem emlékszem pontosan, hogy mi a sztori, mi a pontos sztori mögötte. De nekem eszembe jutott egy kurva jó mitológiai lény, amit nem említettünk eddig, a Kraken. Ó, tényleg. Mondjuk az is egy viszonylag egysíkú lény, tehát, hogy így tudom. Jó, hát nem egy komplex személyiség. Az biztos. Honnan tudod, lehet így a víz alatt ilyen komplex családi kötelékekben. Kötésmintákat tervezgetnek otthon a tűz mellett. Ők adják ki a Burda magazint, csápjaikkal kurva jól tudnak kötni. Igen, egyébként a Kraken amúgy azért érdekes, mert ott volt az egyik első ilyen nagy szenzációja a modern világnak, hogy na megtaláltuk, hogy min alapultak a Kraken mítoszok, ugye amikor az Architeutiszt először sikerült, hát már döglötten, de lencse végre kapni. Mekkora volt egyébként az a jószág? 15 méter. Igen, de igazából annyira nem nagy, tehát nagyon nagy rész csápokból áll. De vannak egészen nagyok is jó eséllyel. De ugye az ábrázcetek azok ilyenekkel táplálkoznak, miközben ugye ezek összeakaszkodnak ott lent nagyon mélyen, a közben a tintahal az ugye hát nem szeretne megevődni, és a szívókorongjaikkal ilyen komoly sebeket hagynak a ceteken, és találtak egészen nagy nyomokat is. Hát lehet, hogy az fiatalabb korában szerezte a cet, és azóta megnőtt. Ó, erre biztos nem gondoltam. Viszont, ha megint off-topikozhatok egy pillanatra, Nem. a Meg című film jutott erről eszembe, ma láttam a trélerét. Csak jelzem, hogy nekem megvan könyvben, jó? Az egy könyvfeldolgozás lesz. Hát igazán nem tudom, hogy mennyire fogják pontosan követni a sztorit egy nagyon-nagyon még boldogult tinédzser koromban, de hősiesen már akkor sem én vettem meg, hanem valaki a Gábor szeret fantasy könyveket olvasni, itt van egy kurva nagy cápáról, vegyük meg neki. Módon került hozzám, és Én hát azt olvastam nálad. ez nem lehetetlen egyébként. Legalábbis az elejét, mert annyira hitvány minőségű volt, hogy itt szerint. Igenre ott úgy gondolták, hogy ez az óriási cápa, ez úgy maradhatott így észrevétlenül, hogy valahol így a Mariana árokban ott blófrál föl alá, és emiatt ráadásul fehér és világít. Tehát Na igen. ezt már akkor sem érez. Szóval, hogy világos legyen a hallgatóknak, a Jason Statham főszereplésével leforgatott csodás akció, science fiction-szerű dologról van szó, amiben egy 200 kilométer hosszú óriás cápával veszi föl Jason Statham a harcot. És abban volt ez az óriás tintahal. Hogy az is elúszott a háttérben, épp Nem, vitte a gyerekeket az obiba, leereszkedtek keresgélni ezt a cápát valami kicsi tenger alatt járóval, mert hát ez biztos okos, okos gondolatnak tűnt elsőre, és valami geci nagy tintahal az elkapta a hajót, és az mentette meg őket, hogy a cápa meg a tintahalat kapta el. Á. A klasszikus bemutatása szörnyűnek, hogy valami ilyet. Ha jól emlékszem, akkor a könyvben egyébként az ilyen nagyon olcsó húzások egyike az pont az, hogy jön a fehér cápa, ami nem tudom mit csinál éppen, és akkor jön ez a cápa, és úgy megeszi, mintha csak egy hering lenne. Ezt szerintem jól oldották meg a Csillagok háborúja első epizódban, amikor ott a Jar Jar Binks-éknek a föld alatti, a Naboon, vagy mi víz alatti világába tenger alatt járóznak, és egyre nagyobb szörnyek jönnek, mint a Matrióska baba, mindegyik megeszi az előzőt. Egyébként a Krakenről jut eszembe, hogy ilyen, hát akár szerepjáték kapcsán, akár bármilyen fantasyben kiváló ilyen ellenfél lehetnek az ilyen inhumánabb jószágok, mint az ilyen Anansik vagy hasonló lények, amikkel már Mi nem az, hogy tudsz. Anansi? Hát tudod, ezek. Anansi egy isten. Igen, de azt hiszem a vodban fa is, vagy. Ja, igen, tényleg. De ott meg értelmes lények.
Igen, egyébként arról nem is beszéltünk, a World of Darkness-ben nagyon elburjánzottak az alakváltók. És ott eredetileg, vagy hát amikor kiadták őket, akkor az ott ilyen játszható faj. És hát azért... Igen, egy ilyen érzések nélküli jószágot viszonylag nehéz szerintem sokáig alakítani. Nem tudom, hogy érzések nélküliek Én úgy voltak. emlékszem, hogy Jaj, ott nem! az a faj specifikus, hogy nincsenek ilyen emberi érzései. Ezek a klasszikus értelemben vett. Pókérzéseik vannak, Ja. amiket könnyűket megbántani, és de sokáig zokognak, és a hálójukba fújják az orrukat. De az tök menő volt, hogy ők, ugye amikor volt ember alakjuk, ilyen óriási, ilyen pókszörny alakjuk, és a harmadik alakjuk az nem egy ilyen nagy pók volt, hanem egy ilyen pókszvormra szétestek. Oh. És így jól mindenfele elmásztak. A pókokról jut eszembe, a Dridernek van mitológiai eredete? Az a pók kentaur. Szerintem annak nincsen. Így elsőre azt mondanám, emberfejű pók, az olyanok, de az sem kifejezetten, hanem ilyen boszorkányokat, meg ilyeneket ábrázoltak így. De amúgy még visszatérve szinte a World of Darkness-ben nekem még nem is a pók alakváltók, voltak a cápa alakváltók, oh. amik már egészen, tehát milyen kalandot mesél, és ugye ott úgy van, hogyha alakvált a karaktered, akkor a születhetett lett egy ember, aki képes cápává változni az esetben, vagy egy cápa, aki emberré. Milyen kalandot mesélsz a cápának, aki úgy nem tudom, felfedezte, hogy tud emberré változni, és amúgy az egy cápa. Tehát így, nem tudom, úszik a vízben, meg ez 3000 kilométerre minden szárazföldtől 200 méterrel a vízfelszín alatt, és átváltozik emberre, és meghalt. Igen, az is érdekes kérdés, hogy fedezik fel ezt a képességüket. Átváltozik emberre, és a másik öt cápa környékek széttépi a falszal. Az is jó. De hát ők egyébként ott mindannyian az összes alakváltó az ugye a földvédelmezője. Ó. Oh. Vagy hát legalábbis úgy. És vérbálna nem volt? Nem, az egy kihagyott zicser úgy tűnik. Vérpatkány is volt, arra is emlék. Mit gondoltok a mitológiai lények közül, melyik a legnagyobb fizikai kiterjedés? A behemót. Behemót. A behemót. Ami a hátán hordta. Ja, az a nagy víziló állat. Igen, ami azt hiszem a hátán hordta a világot. De volt teknős is, tehát a Terry Pratchettnek a korongvilág elképzelése, az konkrétan egy ilyen mitológiai elképzelés a világról, tehát a nagy Atúin, amit nem biztos, hogy úgy hívtak, de a teknős, ami a világot a hátán hordja, az jó eséllyel igen nagy volt. Jogos. Nekem a világ kígyó jutott eszembe. Igen, egyébként az is. Valószínűleg szoros a meccs. De közben eszembe jutott, hogy ugye itt folyamatosan soroljuk a mindenféle állatot, vagy állatszerű dolgot, és azért vannak ilyen növényszerű dolgok, mitológiai lények is, amik szintén nem olyan népszerűek, pedig amúgy szerintem potenciál az lenne bennük. És most nem arra gondolok, hogy milyen vicces, hogy gazemberek, vagy nem tudom. A parlagfű ember. Igen, tehát nem arra gondoltam, hogy Józsi a tulipán alakváltó. Kicsit a South Parkban, a kornos részben, amikor ja, bevetik a hüppi-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 hüppi
az... Például az Ent szerintem nagyon izgalmas volt a Az gyűrűk Ent nem tudom, hogy urában. mitológiai lénye, azt lehet, hogy Tolkien találta ki tényleg. És... Nekem úgy tűnik, hogy Tolkien folyamatosan a mitológiákból merített, úgyhogy arra tippelek, hogy vannak valami hát driádszerű ilyen lények. Olyan dolgok biztos, tehát az ilyen mágikus fa, az biztos, hogy egy nagyon elterjedt dolog, a világfa, meg ezek, de hogy konkrétan ilyen járkáló beszélő fák vannak hát a mitológiában, nem tudom. Ilyen fél lény. A Witcherben vannak a driádok, akik szerintem nagyon menők. Ugye nekik van saját kis helyük, amiket agresszíven
nek van saját kis mágiájuk, gyógyító erejük. Közben eszembe jutott, a görög mitológiában volt divat növényé változni, de rendszerint akkor, hogyha valakivel valami nagyon, ha valaki megérdemelte, vagy hogyha az istenek így, nem tudom, meg akarták óvni, és egy kicsit a görög istenek azok néha így nem annyira jól kezelték a konfliktusokat, és akkor sok mindenki változott így növényé. Azt hiszem a babérfa például az egy jány volt eredetileg, aki nagyon szeretett valami csávó, és akkor... Ja nem. Valószínleg Zeus volt. Nem, Apolló. Apolló nagyon szerette a Daphnét talán, és akkor mindenhová hajkurázt ezt a szegény lányt, akinek meg nem kellett Apolló, mert nem tudom, büdös volt a szája, vagy nem, és mindig felhajtva a WC ülőket, vagy valami, és akkor valamelyik istennő, talán Athéné megkönnyörült rajta, és babérfává változtatta, és akkor már nem kellett annyira Apollónak, de azt hiszem még akkor is szerette. De mekkora trollság azért... volna, ha hagy rajta egy görcsjukat. Nem ennél azért egy kicsit barátibb a történet, és akkor Apolló azt hiszem még úgy is szerette, és azért volt mindig babérkoszorút, mert az az ő szent fája lett. Meg ugye Narcissus változott a végén Narcissá, amíg annyit bámulta magát a vízben, őt meg ugye elátkozta a valaki, aki nagyon szerette volna, őt bámolja a Narcissus, és nem magát. Közben hadd térjek vissza azzal a breaking news-zal, hogy az enteket valóban Tolkien találta ki. No. Magát az ent szót, azt óangolból csorta az óriás humanoid szó, valamelyik szavukat az óriás humanoidra, de hogy konkrét faembert, azt Tolkien alkotta. Nekem is egyébként nagyon bejöttek az entek, és nagyon moccos voltam, hogy mennyire elbaszták őket a filmben. Kiváló koncepciója szerintem annak, hogy valami egyszerre emberi és teljesen inhumán. Igen, meg hát nagyon jó volt a könyvben, legalábbis nagyon jól volt bemutatva az, hogy vannak középföldén olyan erők, akik csak nagyon sarkosan folynak bele ezekbe a küzdelmekbe, és ugye nagyon más tempóban élik az életüket, mint mások. A könyvben konkrétan az, hogy az entek tudnak erről az egész pusztításról, de nagy részt úgy gondolják, hogy hát majd ez is elmúlik, majd lecsetepatézzák itt ezek a népek maguk közül, aztán újra kinő az erdő, és ilyen hosszas tanácskozás után közösen döntenek, úgyhogy nem ez tényleg elég komoly, hogy beavatkozzunk. Szemben ugye a filmnek a kicsit bugyuta, jaj, fordulj itt jobbra, hát nem kivágták az erdőt. Jó, akkor bömbülök egy nagyot, aztán jönnek az entek. Most megragadta a fantáziámat, hogy mitológiai lénynek tekinthetjük-e a gólemet és a homonkuluszt? A gólemet mindenféleképpen. A gólemet biztos, a homonkulusz az nem, vagy hát... A homunculus az középkori eredetű dolog, az alkimisták. A homunculus az idézőjelben tudományos. Hát a gólem is ilyen szempontból. Igen, az is egy ilyen kreált lény. Nem, de úgy értem, hogy a homunculus, tehát a gólem az kifejezetten az egy történet, nem, az, tényleg, az egy mese. Az tényleg mitológiai, homunculus az a Héber mitológiában. Nem, a gólem a Héber, gólem. A gólem a Héber mitológiában egy mitológiai történet. Hogy a, nem is a Prága városát védte a gólem. Igen, a Prágában hiszem, a zsidó igen. Negyedet, hogy a... Igen, és ilyen Frankenstein-szerű lény volt. Hát nem emberből van, hanem az egy szobor volt, és akkor talán a Héber szentírásnak a szavait kellett egy papíron beletenni, és akkor azok szerint cselekedett, és megvédte az embereket. Vagy utána elromlott, tönkrement valami, vagy elcsesztek valamit, és megtámadt őket, nem tudom pontosan. De a homunculus az kifejezetten azt nagyon sokáig ugye hittek az emberek a spontán kreációban. Ugye, mert azt látták, hogy nem tudom, a szemétből, meg a trágyából, meg ilyen dolgokból így egyszer csak kijönnek élő lények, amik ugye mondjuk ilyen kisméret, ilyen rovarok, amik ott kikeltek, meg ilyenek, azok ott nem kikeltek. Mert ugye az nem volt meg, hogy a kicsike féregből lehet utána légy,
akkor miért ne lehetne a trágyából spontán kicsike féreg, és nem volt meg az az abstrakció, hogy a légy lepetézett, és abból lesz. És ezek miatt ez a, ugye az örök élet kutatása is nagyon dívott a középkorban, meg a, eleve ez a teremtésnek a mítosza, hogy hogyan lehet életet teremteni, és ugye a homonkulusz az ez lett volna, és akkor mindenféle ilyen, nem tudom, lópetefészkeket, meg ilyen dolgokat ástak el, és akkor ezt meg azt kellett hozzáadni az üvegbe, és akkor majd, nem tudom, ki kell belőle egy kicsike emberke, aki majd szolgált téged, az volt a homonkulusz. De ugye ez nem egy ilyen mese volt, legalábbis az akkori embereknek ez nem egy... Hát, illetve a gólem a széles körben elterjedt így a játékokban, a homunculus pedig nem, mert az igazából egy kicsi emberke. És semmi különöset nem tud. Én meg közben a Beholdernek néztem utána, nem mitológiai lény a Beholder, legalábbis nem találtam erre utaló jelet, viszont 43 éves. Oh. 1975-ben publikálták a D&D 1-es verzióhoz először a Beholdert. Boldog szülinapot, Beholder! Happy birthday to you! Egyébként, ha már játékok, szerintem nagyon szórakoztató elemei tudnak lenni egy-egy partinak, mondjuk valamiféle elementálok. Mindig tudnak csavarni egyet a történéseken. Amennyire tudom, az elementálok sem mitológiai lények, hanem a szerepjátékok. De igen. Azok, hát, igen. Hát az ilyen, tehát azok az egyik legősibb mitológiai lények, főleg az ilyen nomád népeknél, az, hogy a tűznek, a víznek, meg a szélnek szelleme van, meg akarata, azok. Jó, ez jogos. Csak nem elementálnak hívták. Hát de az elementál az az elemi szellem. Jó, jogos. Jó, nem olyan formában szerepeltek valószínűleg, hogy jó, ha kettes szintű varázslatod van, akkor már megidézhetsz egyet. Hát a D&D-be persze a szerepjátékokban ezt is egy kicsit túlspilázták, aztán már az ilyen show elementál, meg hamu elementál és hasonlók. Hát meg eleve az ilyen mindenféle elemi síkok, ahol meg minden lény ilyen elementál, és akkor ott elementálkodnak föl alá. Igen. Hát azt hiszem, azt azért bátran elmondhatjuk, hogy nagyjából a D&D világában, amit túl lehetett spilázni, azt túl spilázták. Tehát ha egy dolog valamiből jó, akkor 4000 még jobb lesz. Ez volt az alapelv. Igen. Igen, igen, igen. Hát nagy kihívás lehet D&D-ben az, hogy elmondhast, hogy a partid véghentelte az összes Monster Manual-t. Van ilyen kihívás egyébként vajon? Nem elképzelhetetlen, csak nincs sok értelme. Hát mi? Igen, ez valószínűleg akkor úgy működik, hogy és akkor megérkeztetek az arénába. Nyissuk is ki az A betűnél a bestiáriumot. A fővárosi állat és növény Még esetleg egy olyan megközelítését dolgoknak, hogy a mitológiai lények, mint semleges teremtmények. Ugye ilyen a mitológiában nem nagyon van, csak a fenteziben, és a fenteziben is rendszerint nagyon-nagyon hiányzik. Ugye a mitológiában pont, amit a sárkányoknál elmondtuk, hogy a sárkány is elég, amiatt is érdekes, mert annak dolga van az emberekkel. Vagy valakit megöl, valamit elrabol, vagy tőle lehet elvenni valamit, és hát a legtöbb ugye nagyon antropocentrikusak a mítoszok, ugye, és emiatt az összes mitológiai lény az azért valamilyen szinten kötődik az emberekhez. Tudunk-e olyat mondani, ami kvázi egy varázslatos állat abban az értelemben, hogy úgy van. Tehát van és nem ad valamit, vagy nem segíti az eltévedt utazót, de nem is mészárolja le. A mitológiákban azért javarészt funkcionális lények vannak, ilyen random... Funkcionáriusok. Tehát ritka mondjuk a nyúl, béka, hibrid, ami csak úgy a háttérben szaladgál, hogy hangulatfestő legyen. Igen, szerintem ez szintén egy ilyen újkori koncepció, hogy lények, amik közönösek az ember iránt. Most nem akarok Lovecraft-tel pedálozni, de hát
azért nála elég gyakori ez, hogy kifejezetten tojnak a lények az emberi jelenlétre. És valahol ez adja ugye a hátborzongatóságukat is, hogy mi az, hogy itt van egy ilyen 5 méteres csillag sarj, és szarik rá, hogy te ott vagy-e vagy sem. Meg kell lőni egy aknavetővel. Akkor az pont, majd megérzi. Pont a nyúlbéka hibridből jutott eszembe a jackalope, ami ugye egy nyúlagancsokkal a fején. Ó, igen, és az szerepel mitológiában? Vagy az egy szintén egy ilyen szerepjáték hibrid? Nem, az mit, vagy hát mitológia, azt hiszem, hogy az ilyen amerikai kolonizáció idején abból jött, hogy valami nyúlbetegség révén ilyen torz gümők nőttek a szegény nyusziknak a fején, és akkor abból tett. És az, hát az valószínűleg azért nagy és semleges, és nehezen tudom elképzelni a mitoszt, amiben ő a fő ellenfél. Hát én amúgy is nehezen tudom elképzelni az Amerika első telepeseit ilyen mitosz kreátornak. Hát de miért? Hát azért az 1500-1600-as években, na, amikor úgy oda kerültek az első emberek, azért még nem feltétlenül csak tudományos alapokon szemlélték a világot. Főleg, hogy abban az időből kiváló kódexeket lehet begyűjteni, ahol így mondjuk azokról az állatokról még egész korrekt leírások vannak, amikkel úgy találkoztak, de mondjuk ha az oroszlánhoz hátra lapozol, akkor már egészen vad teóriák bontakoznak ki. De egyébként tényleg pont az ilyen középkori világleírások, azokban vannak olyan teremtmények, amik ilyen semlegesek tudnak lenni, mit tudom, az egylábú emberek. Ja, igen, okay. Igen, ők sem. Nem sok mindent tettek hozzá. Valamiért nem lettek népszerű fantasy. Pedig Harry Potter és az egylábúak biztos egy rendkívül kalandos is tartalma. De elérsz az egylábúak falujába, és az összes éppen el van esve, úgyhogy te leszel a falu megmentője. Igen, mert Alvin és a Mókusok koncert volt, és mindegyik ugrált rá, de eldőlt. Miért a Alvin és a Mókusok, akkor már miért nem Deák Bill Gyula? Akár az is lehet. Akár az is lehet, igen. Kinek melyik? Szerintem itt ezzel a szép képpel le is zárhatjuk a mai adásunkat. Reméljük a legfontosabb mitológiai lényekkel most már mindenki tisztában van. És írjátok meg nekünk, légy szíves, kommentbe, hogy szerintetek, amikor az összes egylábú emberrel esett a faluban, akkor milyen koncertre csápoltak előtte. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!